Sziasztok mindenkinek! Ma február 9 van, csütörtök, és ma el fogok menni bevásárolni az Aldiba. Nem nagyon szeretnék sokat költeni, maximum egy ilyen 10-15 ezer forintot gondoltam, és mögötte van egy zöldséges, ahol nagyon jó áron van a paradicsom is, meg egyéb dolgok, úgyhogy oda fogok még bemenni, nem voltam még sose, csak már régóta nézegettem. Meg még lesz egy utam a Rossmannba is, és arra gondoltam, hogy akkor ezt így most egybe felrakom egy videóban. Az is lehet, hogy lezárom, attól függ, mennyit veszek, mennyit vásárolok, ha nem, akkor lesz még hozzá anyag, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Itt vagyok az Aldi parkolójában, és hát a zöldséges az le van húzva a róló, szóval vagy nem nyitott még ki, vagy nem fog ma kinyitni, fogalmam sincs, szóval most nem tudom, hogy most vegyek zöldséget az Aldiba, vagy ne vegyek, vagy mit csináljak. Lehet, hogy korán jöttem, vagy nem tudom. Na, sziasztok! Hazaértem az Aldiból. Hát, amit gondoltam, hogy 10-15 ezer forint az duplája lett, mert úgy voltam valahogy, akkor mindegy, már most megcsinálom az ilyen nagyobb bevásárlást. És szerencsémre, mire a Rossmannból kijöttem, addigra megnyitott a zöldséges is, és nagyon-nagyon jó áron tudtam vásárolni. Konkrétan annyiért, mintha elmentem volna a Zsibire, ami viszont messzebb van tőlem, úgyhogy valószínű, hogy a Zsibit le fogom cserélni erre a kis zöldségesre. Annyi, hogy itt nem lehet kártyával fizetni, de vittem rengeteg aprót, úgyhogy mutatom is, hogy miket sikerült ma vásárolni. Szokásos kvízzel indítunk. Tippeljétek meg, a Rossmann ne számoljátok bele, hogy ami itt az asztalon van, mennyibe kerülhetett. Hagyok egy kis időt, és aztán elmondom, hogy mégis mennyire sikerült most bevásárolni, szerintem elég jó áron. Főleg ahhoz képest, hogy rengeteg zöldség és gyümölcs van benne, hús, tejtermékek, még macskalom is van, illetve felvágottak és egyéb nasi osztály. Na, ha megtippeltétek, akkor mondom is. Összesen a mai költésem az Aldiban 32.672 forint volt, és a zöldségesben pedig 3.500. Amit itt látok, az 36.170 forint, és ebben nincs benne a Rossmann, de arra is kitérek már, hogy itt voltam, akkor úgy gondolom, hogy beleveszem ebbe. Hé, Sacika, tessék lejönni onnan! Kezdjük a zöldségessel, ami így lesz, tehát ez a sáv lesz így eddig a zöldséges, amit vásároltam, és ez itt 3.500 forint. Mondom is, hogy mi van benne, kígyóborka, elég nagyok, 250 forint darabja, az Aldiban ugyanez 600 forint, jó, lehet egy picit nagyobb, de akkor is. Szóval 250. Kettőt vettem, almának kilója 300 forint, mindegyiknek, úgyhogy volt nem tudom milyen fajta, ez a pirosabb, ez a nem olyan piros, zöld alma, ez a sárga alma, úgyhogy ezt vettem. Ez is bőven meghaladta az 1 kilót. A banán az 600 forint volt kilója, ezt a két darabot vettem, ezek pedig képzeljétek el, cukkinik. 200 forint volt ez a négy kis pici cukkini. A paradicsomnak kilója 600 forint, egy picivel több, mint egy kilót vettem. Ez a két kis zeller olyan 300 forint se volt még. A kettő darab kápia paprika 250 forintba került, ezek is 1200-ért voltak a kilósáruk, illetve vettem 10 darab tojást 850 forintért. Szóval ez a zöldséges volt így, amiket most elmondtam, zöldséget és gyümölcsöt, 3500. Akkor gyorsan elmondom, hogy mit vettem a Rossmannban. A Rossmannban a fotókért, 305 darab fotóért fizettem volna 12.000 pár százat, de hogy rengeteg kedvezményem volt, és tulajdonképpen vettem egy női dolgot, egy balzsamot, és egy ilyen arcpalettát, ugye van benne bronzosító, kontúr és pirosító, és így a fotókkal mindennel együtt fizettem 11.000 forintot, valami 4.000 forint kedvezményem lejött, nem tudom, hogy hogy, majd megnézem a blokkot, úgyhogy ennek nagyon örülök. Na, folytassuk az Aldinál, a zöldségeket fogom előbb elmondani. Azt mondja, a fejes saláta 400 forint, jó nagy hatalmas fejes saláta. Vettem egy ilyet, hogy szár zeller, zellerkrém levesnek, vagy csak köretnek, fél kiló és 400 forint volt, ez akciós volt. Sikerült hazahoznom két akciós áfonyát féláron, 350 volt 700 forint helyett. Ugye ez a gyerekek kedvence, a fagyasztottat annyira nem szeretik, úgyhogy ebből hoztam, a két akciós el is hoztam.
A lila hagyma is nagyon jó áron volt, fél kiló volt 350 forint, szintén ugye az Aldiból. Kerbimbó fagyasztott, 450 g-os 500 forintba került. Vettem még fagyasztott brokkoli és karfiol mixet, mindjárt mondom mennyi volt. 450 g-os és 550 forint, köretnek, levesbe, mindenhova. És nagyon sokan ajánlottátok, hogy az apkásába érdemes bogyós gyümölcsöket rakni, úgyhogy beruháztam egy ilyen, volt már nekünk ilyen, 750 g-os többféle ilyen bogyós gyümölcs van benne, áfonya, szeder, málna. Ez nem volt olcsó egyébként, 1700 forint volt, de úgy gondolom, hogy ez eláll a fagyasztóba, úgyhogy kitart sokáig. Igen, vettem még egy padlizsánt, szintén az Aldiban, padlizsán krémnek, nagyon rákaptunk mostanában. Hát ez nem volt olcsó, 411 forint volt ez a kis, majdnem 30 dekás, és még kifelejtettem, hogy vettem hagymát is, ez pedig egy ilyen jó nagy csokor új hagyma volt, ez is jó áron volt, 220 forintba került, szóval elég sok zöldséget, gyümölcsöt vettem, alma, paprika, banán, cukini, zeller, saláta, kelbimbó, ezek a fagyasztott zöldségek, gyümölcsök, hagyma, padlizsán, áfonya, úgyhogy most dugig leszünk már megint. Na, mert hát mostanában nagyon sokat eszünk, főleg ilyen zöldségeket, gyümölcsöket, és szeretjük is nagyon. És akkor vettem még egy kukoricakonzervet, ez 350 volt, azt hiszem, és Bettina írta, hogy a pepperoni paprika vasárnaptól akciós, mindegy, ez most nem volt akcióba 550, de ezt nagyon-nagyon szeretjük. Savanyúság, ugye, uborka, ez is nagyon jó áron van az Aldiba, ezt nagyon szeretjük. És akkor itt pedig vettem egy laktózmentes tejet, azért, mert ez volt a legolcsóbb, és a holnapi ebédem, most egy ilyen kész ételt fogok enni, mert arra az egy napra már nem kívánok főzni. Egy ilyen akciós paradicsomos káposzta sertéshúsgolyókkal főzeléket. Ez lesz szerintem a holnapi ebédem. Mínusz 30%-kal 700 forintba került. Hoztam még haza egy nagy naturjoghurtot, vödröset. Ezeket szerintem elmondtam. Ami megdobta a vásárlást, az a macskalom, de ez nekünk nagyon bevált. Ez volt a legdrágább tétel, 4200 forintba került ez a szilikonos, de ez egy hónapig elég nekünk, úgyhogy tényleg megéri. És akkor jövünk erre hátra. WC papírt vettem, illetve egy ablak tisztítót, mert elfogyott, de ez most citromos illatú, amúgy az előző is ugyanilyen aldis volt, csak sima. Páromnak hoztam 2 sört, hoztam még egy kicsi szemetes zsákot, és virslit. 2 csomag ilyen, nem, 1 csomag kis virslit hoztam, csirkemelsonka, ugye 2-3 csirkemelsonka, abból az egyik tavaszi csirkemel, 4 darab Kinder pingvin, ez is akciós volt, egy ömlesztett sajt, ó, sonkást vettem, simát akartam. Na, mindegy, úgy jártam, mint a múltkor a párom, és körösi sajtkorongot vettem most, mert ez érte meg a legjobban, akciós volt, 2490 forint volt 1 kiló, úgyhogy ez is darabokban megy a fagyasztóba, és vettem még egy ilyen tömlős sajtot. Mivel a szalámik nagyon drágák voltak, ezért vettem egy ilyen diák csemegét, 850 g volt 900 forint. Igaz, hogy van itthon jázmén is tasakos, de mindenképp szerettem volna egy ilyen kilós kiszerelést, úgyhogy egy ilyet hoztam haza, egy leakciózott margarin volt még, lesz itt egy leveles tészta, sacika, egy makaróni, igaz, hogy van itthon spagetti, de mondom, akkor legyen makaróni is, és vettem még egy ilyen sütőzacskót, ugye a csirkét, zöldségeket összesütni, nem tudom, mutattam egy WC papír, szalvéta, és akkor az akciós volt a miaka is, 330 forint körül volt, ezt a gyerekeknek hoztam. Ugye erről nagyon jókat hallottam, csiki chips, hagymás tejfölös, a tiltott csiki sör manufaktúra ajánlásával. Nagyon-nagyon jól néz ki, ajánlatos sörrel fogyasztani, nyilván a gyerekek nem fogják. Pityóka chips, jó cucc. Hát kíváncsi vagyok majd, hogy hogy ízlik nekik. És akkor jött még haza egy liszt, mert nem volt itthon, egy fél kiló darált hús 900 forintért. Hoztam haza egy leakciózott csirkecombot, úgyhogy ezt hétvégén megcsinálom. Egy kiló volt 875 forint, illetve reggelire vettem nekik pizzás csavartot, 200 forint,
illetve van itt fánk is, két ilyen színes fánk, 175 forintért. Levesgyöm nagyon drága volt, 6-700 forint körül, de 310 grammos, és megvettem, mert igaz, hogy csináltam én a múltkor nekik ilyen házit, de ehhez ragaszkodnak, úgyhogy ennyi. Illetve 5 darab croissant, ilyen csokis, 800 forint, de ezt lehet kapni vaníliásba is. Magamnak vettem, illetve páromnak, mert ő is szereti ezeket, egy... mi ez? Nincs ráírva, de hogy ez egy ilyen magvas kenyér, teljes kiölésű, úgyhogy ezt vettem, illetve akciós volt, 750 forint volt ez az amerikai szendvics kenyér, 750 grammos, ezt ugye a családnak vettem. És most nézem, hogy nem-e hagytam ki valamit, darált húst, azt szerintem mondtam. Jaj, hát igen, magamnak vettem 2 zabrudit, ezek 120 vagy 130 forintok voltak, egy csokoládést és egy áfonyást, és vettem még egy ilyen mazsola és olajos mag keveréket, diákcsemegét, ez is akciós volt, valamint ki fogom próbálni ezt a rizskását erdei gyümölcs darabokkal. Úgyhogy leveles tésztát azt szerintem mondtam. Hát beragadt a kis kezed. Na, szépen. Leveles tésztát azt mondtam szerintem, és szerintem mindent elmondtam. Én meg vagyok elégedve ezzel a mai vásárlással, tehát zöldséggyümölcsöt bőven tudtam vásárolni. Köszönhető amúgy annak, hogy a zöldségesbe átmentem, mert az Aldiba ez szerintem kétszer ennyibe került volna. És szerintem jó dolgokat vettem. Mindjárt elpakolok, és akkor megmutatom nektek a hűtőt. Ugye? Jó, pakolás közben vettem észre, hogy még Vivike kapott egy ilyen mauamot, illetve vettem egy hullámos sült krumplit, amit szerintem nem mondtam, és már beraktam a fagyasztóba. Na és akkor nézzük meg a hűtőt. Na, mutatom is a hűtőt. Hát, amint látjátok, nincs tele így sem. Még volt itthon egy ilyen 5 darab tojás, ide felraktam a tejet, a sajtot, de azt le fogom fagyasztani darabokba, ott a tejföl, a kencék, ebbe egy darab kis nyomi barack van, ez ugye vagy a holnapi ebéd, vagy valamelyik napi, ez a paradicsomos húsgombóc nekem. Ide kerültek a felvágottak, volt itthon két májkrém, volt itthon még margarin, és akkor itt vannak ezek az update Norbi pudingok, amit képzeljétek el, 100 forintért vettem, és most már 70-ért adja a boltos néni. Mondja, hogy vigyek egy kartonnal, hát de hogy viszek én, hát még egyet ettem belőle. Ide kerültek a rudik, volt itthon még krémtúró, meg pöttyös rudi, és hát rengeteg savanyúság van, párom nagyon szereti őket. Valamelyik nap vett a kóba ilyen vegyes vágottat, rengeteg uborka van, itt van még az előző pepperoni, és hátul ilyen befőttek vannak, meg ilyen házi lekvárok, amit anyu küldött. Itt az ilyen kis specialitásos szószok, szójaszósz, kínai cuccok, barbecue szósz. Itt van egy megbontott bor, tej, ketchup, mustár, és hát a zöldség-gyümölcs részlegre most nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy nagyon-nagyon jól néz ki. Húposan van minden, ugye itt bekerült a banán, meg az almák, de egyébként van még itthon 3 kiwi. Sípolt a sípoló, szóval itt vannak az almák, van még kiwi, narancs, ugye beraktam az áfonyákat, és van még ott egy citrom is, úgyhogy most tök jól állunk. És hát a zöldség, na, az meg aztán tényleg rogyásig van. Hátul vannak fokhagymák, itt van ugye a lila hagyma, az ellenszár, amit most vettem, a kicsi cukkinik, a paradicsom, kápia, paprika, a saláta, a parizsán, van még egy ilyen fél kilós vagy egy kilós leveszöldség, répa, meg ilyesmi, ezt hétvégén megcsinálom, és édesburgonyát is akarok csinálni, az is ott van, az édesburgonya elbújt, ott van a kígyóborka részleg, úgyhogy elég sok minden van most itt is, hát annyira szép így a kettő. Na, úgyhogy ezek meg tudjátok, ilyen zöldség és gyümölcs frissen tartok, tehát ebbe a két boltba rakom mindig őket, mert sokáig megőrzik a frissességüket, bár sok idejük nincs rá. És akkor mutatom nektek a fagyasztót, felül vannak a húsok, vagy hússzerű dolgok, így mondom, harudacskát se bontottam még meg. Azt mondja, ide került a darált sertéshús, vannak itt ilyen megmaradt ilyen
kész ételek, amiket én csináltam, lencsefasírt, meg ilyenek lefagyasztottam, ami maradt, csak hozzá kell nyúlni, ha úgy van, rakott brokkoli. Májgombócbetét, ez is valami kész étel, ami megmaradt, bekerült a csirkecomb, volt még itthon máj, sok kis csirkemelldarab, levesbevaló, ilyen csontos hús, békön van lefagyasztva, és oda raktam, igen, a csirkecombot. Még itt is van békön, úgyhogy ezek vannak most itthon, darált hús, csirkemell és csirkecomb. A középső az ilyen vegyes bazár, savanyú krumpli levesnek a leve van lefagyasztva, itt is békön, akkor ezt átrakom ide. Ide került a hullámos krumpli, kenyér, ebbe még anyunak a kókusz sütije van, és csináltam ilyen házi fánkot hétvégén, és maradt tészta, azt lefagyasztottam. Úgyhogy azt legközelebb csak előveszem, és sütöm a fánkot, és akkor itt vannak a gyümölcsök, zöldségek, ugye ezt vettem most, meg ezt, és volt itthon még tavaszi zöldség, keverék és borsó. Ezen felül van egy jó nagy csokor paprom, ebbe is petrezselj van, ebbe a miniben, hagyma vég, és ez is egy doboz petrezselyem, és citromhéj. És akkor a végén egy kis blokk elemzés, hogy hát ha esetleg valami kimaradt. A főzelék az 1000 forint lett volna, és úgy jött le belőle 300 forint. A körösi sajtot mondtam, a macskák meg vannak őrülve. A szárnyas csemegék, tehát a csirkemelsonkák 320 forintért voltak, a margarin 350, a darált hús fél kilós 950 volt. Diák csemege 350 g 900 forint volt. Jaj Istenem, hát én valamit nagyon benéztem, mert én akkor a másik sort, mert olyan megtéveszt, hogy hova van írva, hú, halljátok. Hát azt nagyon beosztósan fogom menni 900 forintért, ó, na. Amit megspóroltam valahol, azt máshol meg nem sikerül. Na, rá kellett szólni a macskákra, mert kompromitálják a videómat. Szóval a diák csemege 350 g, 900 forint. Ügyes voltál, Szilvikém, jól benézted. Mindegy, hát most ezt megeszem. Megeszem, amit főztem, így jártam. A csirkecombból igen, lejött 3,75, mert 1250 lett volna. Leveles tészta 3,90, az ablaktisztító 7,50 volt. Igen, az áfonyákat, azt mondtam, a zöld hagymát is. A WC papír 8,50 volt, 8x180 lapos, illetve csemegoborka 400, a rudi 500 forint volt, a makaróni 600, a liszt 150. Volt egy vödrös naturjoghurt, az pedig 750 forintba került. Az amerikai szendvics kenyeret rosszul mondtam, 750 g, most 800 forint. Csacik, a fejed belé, szíves! Már éhesek vagytok, mindjárt kaptok, na. Igen. Akkor a jázmér is 1 kg 1000 forint volt. Nem tudom, itt a végén már nagyon az árakat benéztem. A padlizsánt mondtam, a hullámos krumpli 1100 forint, levesgyöngy 650, rizskása 230 forint, az áfonyából igen, lejött még, diák csemege 100 g, 299. Akkor mi volt ez a másik? Várjatok, mert itt most valami gabaj van. Kétszer van, két diák csemege van, az egyik 350 g-os, 900 forint. Na most már megnézem. Na, meg kellett néznem, mert ugye ezt mutattam nektek, és én jól emlékeztem, hogy ez 350 volt, okés. Viszont beütött még egy diák csemegét, ami 350 g-os, 1000 forintért, és most nem tudom, hogy az mi a franc volt. Most. Csemege, kukorica, diák, csemege, 350 g, 900 forint. Írjátok meg a kommentbe, mert most már tényleg nem tudom, hogy most megzavarodtam. Annyi mindent mutattam, hogy mi lehet ez. A múltkor is írtátok a hüvelyesre, hogy a vörös lencse volt. Hát nekem nem esett le, még páromnak se, pedig néztük a blokkot, hogy akkor most átlettünk verve, vagy mi van. De most is kérdésem, mi az a diák csemege 350 g, 900 forintért, mert nem tudom, hogy mi volt az. Szóval írjátok meg, mert ez is rajta van a blokkon, meg egy másik is. De én szerintem egyet vettem, bár nem tudom, már meg vagyok zavarodva.
Jó, folytassuk tovább. Jászmér is 1000 forint volt, igen. Padlizsát mondtam, a levesgyöngyöt is, a croissant, diák csemege 100 g, 300 forint, ez az volt, okés. Akkor az almot is mondtam, a tej 330 forint volt, ez a laktózmentes, a csiki chips 70 g-os volt, 400 forint, a sok magvas tószkenyér pedig 500 forint volt a fél kiló, a milkát azt mondtam, és lilahagymát is mondtam. Ennyi lett volna már ez a videó. Írjátok meg kommentben, hogy mi ez a diákcsemege, mert most el is pakoltam, nem tudom, mi lehetett még, mert más ilyen diákcsemegét nem vettem. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk majd egy következő videóban is, a blokkot pedig berakom a videó végére. További szép napot kívánok nektek, sziasztok! Egy picit visszajelentkezek, már közben főzök, és rájöttem, hogy mi volt a diákcsemege. Hát az a szalámi rút, úgyhogy köszönöm, hogyha valaki már írt a közben, de most így beugrott. Sziasztok!